Hello cizám, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a következő videóban, és a mai nap ki fog derülni, hogy váltót kell cserélni az autón kerékcsapágyat, mert úgy buk, hogy nem hallom a saját hangomat. Az a helyzet, hogy az utolsó szerviz óta ugye rengeteg mindent kicseréltünk már az autón. Viszont volt egy néző, aki írta is, de nem jut eszembe a neve, úgyhogy ne haragudj, majd írott kommentbe, hogy te voltál. Aki írta, hogy ez mind szép és jó, hogy ennyi mindent kicserélünk, viszont a legfontosabb dolgot nem cseréljük ki, ne vagy nem cseréltük ki, ami nem más, mint hogy a kerékcsapágyak, hogy mivel rengeteget vezetek hosszú távon, ki kellene cserélni. Meg úgy voltam, hogy minek, ha nem rossz. Na, pár napra rá elkezdett bugni az autó. Jött egy kis pihenés, nyaralás, igen, volt ez a nagyobb egy hónapos szünet. És ugye az autó már most olyan hangos, hogy egyszerűen nem hallom a saját hangomat, és ezért ugye megijedtem, és felkerestem Tomit, megkérdeztem telefonon, hogy ő szerinte mi lehet a gond, mert ugye a váltóban kevés olaj volt, és én ezt úgy használtam napokig vagy hetekig. Tomék feltöltötték, kicserélték a Simmeringet, ugye a tolórudazatos, váltó, vagy a váltónak a tolórudjánál kicserélték a Simmeringet, olajfolyás már nincsen, feltöltötték friss olajjal, de megijedtem, hogy nem elhasználódott, egyszerűen a váltó tönkrement, és most váltót kell cserélni. Tomi azt mondta, hogy próbáljam ki, hogy nagy sebességnél, amikor a leghangosabb az autó, tegyem ki üresbe a váltót, és hogyha nem múlik el a búgás, akkor kerékcsapágy. És én úgy gondolom, hogy kerékcsapágy, de mivel nem vagyok autószerelő, ezért jobb, hogyha Tomi is kipróbálja, és elmondja, hogy ő neki mi a véleménye. Mi lehet a rossz, plusz, hát van egy-két tippje, ötlete, vagy egy-két ilyen lifehack tanácsa, hogy mit lehet csinálni, hogyha kerékcsapágyas az autód. Sziasztok! Hát lifehack-ként tudom mondani, hogy cseréljük ki. Hát igen, de a low budget, hogyha valakinek nincs pénze mondjuk. A low budget az még izébb, egyébként az kerékcsapágy, de nagyon keményen. És előről megyünk 80-nal, 90 helyett, igen. De igazából már 50-nél is így szól. Én jobb előre satszolnék. Én is a jobb elsőt akartam neked mondani, mert igen, a hintáztatós módszerrel már én is kipróbáltam, hogy amerre meghintáztatod az autót. Igen, igen, az a baj mindegyik, tehát hiába izé, ez már annyira kíván, hogy szól minden, hogy na, tudod, hiába megyünk te balra, vagy jobbra, balra. A lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy a jobb eleje, de hál' Istennek, Tomi megmondta, hogy berendelt mindenhova minden csapágyat, összesen négyet, ugye négy kerék van. Hát kerekenként kettő. Ja, igen, külső-belső csapágyat cserél. Ja, hát igen. Úgyhogy 8 csapágyat rendeltünk, hogy bárhol, bármelyik rossz kicseréljük. Egyébként viccet félretéve, mielőtt valaki félreérti, négyet rendeltünk. Előre kettőt, hátra kettőt. Hogyha akármelyik rossz ki legyen cserélve, az legyen, hogy Tomi rendel egyet, és akkor a jobb első mondjuk cserés, meg a bal első, és csak egy csapágyunk van, mert milyen nap van, Tomi? Szombat, ugye? Szombat délután van, alkatrészellátás nincs. Tehát emiatt muszáj, hogy legyen nálunk pótalkatrész, de Tomiba ez is nagyon jó egyébként, hogyha én kitalálok valami dolgot, hogy ki kell cserélni, ő már tudja, hogy mik azok a dolgok, amiket még ki kellene cserélni, vagy csere lehetőség van rajtuk, ugye, mert mint például a lengőkarnál is megrendelt minden mást, hogyha netán valami rossz, vagy úgy döntök, hogy ki szeretném cserélni, akkor ki legyen cserélve. Úgyhogy igen, megvan minden egy csapágy. De hogyha mondjuk hangos a csapágy, akkor mit tudok csinálni, hogyha zavar? Csak kíváncsi vagyok. Vannak különböző módszerek, de a legjobb, hogyha felhangosítod a zenét, működik a rádió az autóba. Igen. Nem, viccet félretéve egyébként ez nagyon a végén van már tényleg. Rettentően. Ezt még a zene se nyomná el, szerintem. Nem nyomja el a zene, igen, az
Nem is tudom, hallottam-e ilyet egyébként, meg szintén még ennyire hangosat. Nem tudom, mennyire jön át a videóból, de sportkipufogó nem is kellene az autóra. Nem. És még, ahogy az előbb mondtam is, csak 80 km per órával mentünk. Most képzeljétek, hogy én pályán jöttem Tomi a 140-50-nel, hogy mekkora hanghatásra meg zajjal járt. Most, például, most már 60-nal megyünk, van ilyen hangos. Én ezért ijedtem meg, tudod, hogy nem a váltónak van valami baja, mert nem. Ugye Geri nekem mesélte, hogy ők ugyanígy jártak, hogy mentek Magyarországra, ugye ő aludt. Mondom, basszus, elkezdett bugni a váltó. Á, mondom, akkor váltócsere. Nem. Pont ma mentünk a Geri lupójával egyébként. Annak tényleg a váltónak van hangja. Ez olyan, mint a troli. Vagy mikor, mit tudom, a diffi bug. Biztos, hogy van, aki hallott már olyat, ugye, amikor kicsit kevés olajban menne, például a BMW-k, a régi BMW-k, E30, ilyesmi. Ott is, hogyha nem volt megfelelő mennyiségű, akkor egy idő után elkezdett a diffi búgni. Olyan, mint amikor mész trollival, vagy ilyen, tudom én, Icarus busszal. Olyan hangja van, de ez más. Ez csapágy. De egyébként a többi része az jó, hát a futómű. Hát mivel már mindent kicseréltünk, hát persze, de egyébként nem annyira érzem stabilnak. Hát futómű beállítás az, nem tudom, hogy lett. Persze. Nem, hát még nem volt rá ideát, most nem mondok hülyeséget, nem volt még futómű beállítás, de egyébként arra gondoltam, hogy nem annyira feszes, mint amilyenre én gondoltam, de ugye a hátulja az teljesen ki van. Ja. Az... Lengéscsillapítók is ugye, azt beszéltük. Igen. Arra majd van egy terv, egyértelmű gewindefahrwerk, de nem tekerősre gondoltam, hanem inkább fixre, ilyen 40-40 vagy 40-60, de ugye én még mindig nem láttam Gerinek a lupóját, ezért nem tudom, hogy hogyan áll a 40-60-as ültetés, ezért gondolkoztam azon, hogy 40-40, és akkor egyenesen álljon az autó, de majd kitaláljuk. A lényeg az, hogy egyre szebben halad az autó afelé, hogy érjen 400 eurót. Hála Istennek, hogy Tomi is azt mondta, hogy a kerékcsapágyakat kell kicserélni, és nem kell egy új, vagy nem is új, hanem inkább egy felújított váltóra beruházni, mert ugye az kb. 350-400 euró, akkor váltó leföl, akkor kuprum szerkezetet is már egyértelműen cserélnénk, plusz munkadíj, plusz az, akkor mindig előkerül még valami, úgyhogy csak csapágyat fogunk cserélni, valószínűleg mind a kettőt elől, és akkor így egy ilyen kicsit, megint mondhatjuk azt, hogy love budgetként lett költve az autóra. Mi ez, egy új kompót itt? De tegyünk már rá egy mikroportot, mert azért fognak írni majd a nézők, hogy nem hallanak. Az a helyzet, ennek az a története, hogy Tomi még decemberben megkérdezte tőlem, hogy ha építenék versenyautót, akkor milyen autóból építenék? Én rávágtam így kapásból egy 36 kompaktból. Mondta, hogy jó, aha. És aztán eljött a születésnapom. Mi dolgoztunk, mint mindig a műhelyben, és meglepetésszerűen szépen érkeztek az emberek, stb. Mindegy, csináltak egy meglepetés bulit nekem, és az egyik ajándékom ő volt, ez az autó. És így úgy gondolta a fiúk, biztos, egész biztos vagyok benne, hogy túl sok pénzem van, így költsök már én is egy kicsit versenyautóra, vagy nem tudom, mire gondolt. De igen, az lesz ez a terv belőle, vagy ez a terv, hogy versenyautót építünk belőle. De ilyen utcagyilkolászót, vagy pályára, pálya, vagy csak pálya? Csak zárpályás versenyautót, tehát ez szét lesz vágva elég rendesen. És az, hogy kompakt, mert gondolom azért kaptad ajándékba a fiúktól, vagy így a szülinapodra, mert kedveled a kompaktokat. Ennek van valami oka egyébként, vagy csak úgy könnyű, kicsi, pörgős, vagy... Is. Tehát ez, nekem van egy 46 kompaktom, az egy 25-i. Én azt nagyon szeretem, azt az autót. Fergetegesen jó, én azt tudom mondani, mindenkinek tudom ajánlani. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy egy rettenetesen csúnya autó. Nekem tetszik. Hát persze, ízlések és pofonok. Csak azért kérdeztem, hogy kimondottan-e kompaktot akartál? Ennek csak ennyi a trükkje, vagy tipje, vagy pikantériája, hogy igazából kicsi autó, így nem kell agyonmotorozni, hogy jó legyen. Mert most mi van a géptető alatt? Most ez egy 1.6-os, ez egy 16-i, de én úgy gondolom, első körben marad is a 16-i, annyi különbséggel, hogy ráakasztunk egy turbót. Értem. Hogy meg legyen fújva. Láttunk már erre példát. Épp ugye? Azt akartam én is mondani, igen, 330 lóig húzták. Láttunk erre példát, hogy a fiúknak sikerült, akkor nekünk miért ne sikerüljön.
És hogyha úgy érzed, hogy az kevés, akkor... Így van, akkor foglalkozunk vele, vagy éppen nem foglalkozunk vele. Hiszen nem pro drifterek vagyunk, meg nem erről van szó, ez csak hobbi. Tehát kimegyünk, csúszkálunk, esetleg oda passzunk a falhoz. De és ennyi. Akkor nem fáj annyira. Így van, akkor nem fáj, és akkor tudod azt, hogy pum, na, egy 500 eurós autót töltem össze. És ez az antikolás körbe, ez javítva lesz, vagy ez hogy? De természetesen, tehát ezt valamilyen szinten, ezt az autót brutálisan meg akarom szélesíteni. Tehát ez hogy értsétek, kb. Itt szeretném, hogy itt legyen a selvédőperem. Itt. Ahogy az elején is. De akkor erre futóművet is akarsz alá építeni, vagy nyomtávszélesítés? Igazából szerintem egy kis nyomtávszélesítés fog kapni, illetve egy olyan etélyű kereket, hogy az ott pont jó álljon. Tominak is úgy sikerült azért, elég jól sikerült beállítani ezt a toldott, forgatott kerekeket, hogy pont jó, pont jó. Szerintem ez egy olyan autó, így ezt már kár megmenteni, ezt már kár ezzel foglalkozni. 300 ezer kilométer van benne, ő már megette a kenyere javát. Innentől minden autó mennyországa az, ha a versenyautót építenek belőle. Kiveszik a motort olajcsere után. Fejre kell állítani a motort, hogy az a felső részébe is kerül. Az jó, mert pont azt akarom megkérdezni Norbitól, hogy miért kell kivenni a motort egy olajcseréhez. Nekem azt mondta, figyelj, úgy van a leírásban, én úgy tudom, hogy úgy van a leírásban. Olajat bele kell tölteni, ki kell cibálni a motort, fejre kell állítani, mert ugye a hengerfejnek is kell olaj. Utána visszafordítod, visszadugod a helyére a mocit, egyből elindítod, mindenképpen egyből. Á, értem. Egyből, hogy forduljon egy kicsit a főtengely, meg fönt a vezérműtengely. Leállítod, összekötöd a maradék dolgot benne, aztán gyíj, ha szerencséd volt. Értem, akkor azért jön ki a motor ebből. Tűnik, persze. Uh-huh. Nem, elment a hatos hengerből a kompresszió. Uh-huh. A szelep elköszönt, a hengerfejet le kell róla venni. Most ezt ki kell venni a motort? Hát, így könnyebb az egész. Most ez a szívósorot, mire lebágerolodott a szűk helyén, miután az öntvénynek a csavarjét, a kipufogónak a csavarjét, mire leszeded onnan, most egy másfél-két óra alatt kiveszed a motort, azt szépen szétpakolsz mindent. Mondjuk, hogy sokkal jobban hozzáférsz. Sokkal könnyebben szétszeded az egészet. És akkor kimondottan csak hengerfej tömítést cseréltek, vagy ilyenkor? Persze, ráspolyon meghúzzuk a hengerfej talpát, frankon, szépen vonalba legyen. Utána feltesszük a visszakalapált hengerfej tömítést, használt csavarra lehúzatjuk, és mehet vissza a helyére. És főszámolva mindenből az új? Natürlich, ja, okay, természetesen. Oké, okay, okay, ja, jó, már megijedtem, hogy... Nem. Semmiképpen új alkatrészre nem költünk, mert akkor még itt a... Hát BMW-t minek költeni rá? Persze, na, fiúk, gyertek már, gyerünk már, csináljuk már a munkát, basz. Nem maradunk. Egész ide hátra be kell neki akasztani. Ó, itt van. Meg szoktad köpni ebben? Köpni? Duplán fűzni? Váltóstól jön ki. Váltóstól? Persze. Ez meg. Tudja az? Ez? Persze. Ez meg kell fogja izét is. A 400 liter olajat hordóba. Az mi volt? Engedd el? Hát szépen faszi, ennyi. Megy az még. Nem bírom átnyomni az mert túl rövid az ujjam. Hát akkor figyelj, Tomi, hagyd a frangot. Menjen, mindjárt. Hiába, bázs. Hiába, fürge ujjak. Azok az ujjak. Azok az ujjak. Ennek tudnia kell, nem? Tudnia. Végre a motor kim van, úgyhogy mehet fel a motortartóra, és akkor lehet fejre fordítani, hogy mindenhonnan kifolyjon az olaj, ahogy Norbi mondta. Most kimegy az E46,
és jön be a Lupo. Mondták a fiúk, hogy túlságosan optimista vagyok, mert még egy motor kivétel van, és majd utána jön be a Lupo. De hát 2 óra alatt kikapják a fiúk, úgyhogy nincsen semmi gond. Plusz-minusz 4, hát igen, de azt mondják, a jó munka az időkkel, a rossz az meg még több. Na, úgyhogy végre benn van a Lupo, megnézzük, hogy melyik oldala rossz, de valószínűleg elő mind a kettőt kicseréljük. Én is a jobb elejére tippelek, meg Tomi is. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy jó-e a tipp, vagy nem, mert ugye múltkor pont mellé trafáltam, hogy se az oldal, se az, hogy elő vagy hátul, az se stimmelt ugye a Fiatnál. Annak van hangja, hallottad? Jobb első. Ami egy nagyon jó hír megint, ugye az előző szervizes videóban a fiúk kicserélték a bal első féltengelyen lévő gumiharangot, erre megint ki van szakadva. És nem értem, hogy mitől, meg hogyan, meg hogy lehet, hogy megint kiszakadt, ugyanúgy szétdobálta a zsírt. Most megnézi Tomi, háta van neki itt elfekvőben egy ilyen pont erre való gumiharangja, vagy valami multis gumiharang, amit rá tudnánk tenni. Vagy akkor megint majd szét kell szedni még egyszer. Ami nagyon jó, hogy amúgy is a futómű felújítás miatt még egyszer szét kellett volna úgymond szedni. De az, hogy megint kiszakadt a gumiharang, egy az, hogy nem értem, hogy hogyan, vagy mitől. A másik az, hogy most kicseréljük, akkor megint ki fog szakadni. Na mindegy, majd meglátjuk. A lényeg az, hogy a futóművet is ki kell cserélni, akkor majd megint szét kell szedni. Mindig van valami. Mindig előjön valami, amit csinálni kell az autón. Az a jó, hogy most még jobban megnézték a fiúk, és már a belső harang is ki van szakadva, és pontosan ugyanabban az irányban, ugyanott, ahol a külső harang. Ilyenkor? Obi-Wan Kenobi van. Garancia nincs. Garancia nincs. Szombat este van, alkohol nincs. Nincs. Így van, így van. Raktár üres. Hát akkor ez majd a következő műsor része lesz. Sajnos kiszakadt. Sajnos kiszakadt. Ó, a felébe. Ja. Majd mindjárt visszanézzük már a videót, mikor Csabi főrakta, hogy nem elvéletlenül, hogy tudjátok, hogy van. Meg aztán Szabinak a fékcserülés videót is megnézzük, ha nem volt szaladt el a csavarhúz. Ó, pont nincs fönt a videó, passzus letörlődött. Na, hogy tényleg ott hátul nem csináltam semmit. És itt? Ott se. Jó van. Érdekes. Ha ez a gumi beszélni tudna, mi? Elmondaná, hogy kiszúrta ki. Ja. Mindegy, a futóműne, akkor majd ezt is, az kész. Persze. Nyeli a pénzt folyamatosan, pénzt a bető. Emlékszel, mikor megvettem, mit mondott a Gary, meg a Kinga? Ez úgy imádni fogod, tehát filléres szar, hát ez semmit nem kér. Ezzel nyitott ki a sört. Na, mutasd már belsőt, hogy mi ez, hogy hogy? És akkor fogod, csak rányomod és kész. Azt a 7 centiméter. Cumvol. Köszi. Milyen szem. Na, kijött a csapágy a helyéről, felpucoljuk szépen drótkoronggal a helyét, illetve majd lent a fészek alját, illetve az égélgyűnek a helyét, mert ugye sajnos belerohadt már az égélgyűrű. Ezt mind ki kell pucolni, egy nagyon pici zsír, és aztán húzatjuk ide szépen bele. Általában mitől tud tönkre menni egy ilyen csapágy? A hő miatt, hát, vagy mi? Hát ez lehet kor, idő, kisül belül a gyári zsír, az az egyik. A másik volt egy jó fékszorulásod, de izomból mondjuk, tehát elő sem fogta, akkor ugye az állandó hőhatás miatt ugye kiég belőle a zsír, és akkor kezdődik előre ugyanaz. Tehát mindegy, hogy most az év alatt, vagy a gyártó által kevés zsír volt benne, egál, igazából, vagy a hőhatására. Ja. De hát, amint látom, és nem tudom ezen már elolvasni, hogy gyári volt-e, vagy nem-e, szegénye,
de gyanítom, ugyanis az égegyűr az bele volt rohadva, porladva szinte a helyére. Akkor kiszolgálta az árat. Ki. Szinte gyári. Nem mondom, hogy gyári volt benne, de közel valami jó régi. Ja, szegényen. De hát látszott, hogy törődő nem volt az autó, ugye már az előzőekből kifolyólag. De majd Szabi rendbe rakja. Így, majd én ráhágyok egy 2 milliót megint. Ennyi. Persze, új csavar, egyértelmű. Hát ha most minden elsőre sikerülne, azt szoktam mondani. Na, belement most, ez azt látod? Mindenhol körkörösen befekszik a helyére. Hátra is kap egyet? Nem, ja, hátra nincs. Nem, hátul perem van. Hátra a perem, a fészeknek az alja. Na, öntési perem. Azért mondtam, hogy jót is ki kell drótkoronghozni, mert marad benne egy pici, tudod, és akkor már nem megy le annyira a csapágy, hogy az égergyűrű, hiába szedted onnan ki az előző csapágyat, a következő nem megy oda-vissza. Aztán majd jön a menesztőtárcsa, ezt kivesszük egy picit. Nem húzzuk össze izomból, mert ugye a csapágy két sora két félből van. Ha most is meghúznám 500 newtonnal, akkor lehet megszorulna. Túl feszes lesz. Ezt igazából azért van az, mert ugye a féltengelyt átdugod a másik oldalról. Na, mindjárt megmutatom, már csak szétszedem. Hát itt lejjebb van a menesztőtárcsának a vége, mint az a csapánynak az alsó csészéje. Uh-huh. Bedugod a féltengelyt, ugye azt fekszik rá a csapánynak a szélére, átmegy a féltengelynek a risznis része, a risznis tengely átmegy a csapányon, a másik oldalt anya, és nagyon sok autónál számít az, hogy ez hány newtonnal húzod le. Ez általában az programban a gyári leírás benne van. Mert ha túlságosan összehúzod, akkor kb. Jövő héten, hát még lehet nem, de utána a héten jössz, hogy melegszik, büdös, vagy már morog is a csapágy. És ez igény. Hát vagy csak úgy oda tenni, hogy hogy néz neki rajta. Nincs az a csavar, vagy? Á, nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy aláfér, hát mi az, hogy... Igen, mondjuk peresebb gumi kéne rá. Tehát mi az, milyen hogy... Milyen mélyre túl? Az 17, vagy mi ez? Ez 18. Vagy 8. Már nem fordul. Dehogy nem, dehogy nem. Engeded, akkor... Szallag gumival, ezt hogy ne tudnál? Szallag gumi. Nagyon jó néz neki. Halljátok, hogy nem halljátok? Vagy hallani a nem hallandót? Ilyen szó nincs is. Igen. Az autónk gyönyörű szépen siklik az úton, mint ahogy Mucsi mondaná, siklik, mint a szaron csúszna. Nagyon jó lett. A komfort maximális. Igen, ez lenne a természetes, hogy a kerékcsapád jól működik. Nagyon jó lett. Élvezhető. Főleg az, hogy az a hatalmas nagy zajhatás, ami az elfáradt kerékcsapágyaknak volt köszönhető, megszűnt. Nagyon jó. Viszont még csak 60 km/h haladunk. Igen, a videó elején hallhattátok, hogy már 60 km/h-nál, meg 80 km/h-nál is borzasztóan búgott, ezért el lehetett képzelni, hogy mit produkált az autó 120 km vagy 140 km/h sebességnél. Viszont mindjárt ráhajtunk az autópályára, és ott is megmutatom nektek, hogy egy ilyen 120-as kényelmes tempóval
mennyivel csökkent a zaj, ami nagyon zavaró tud lenni. Viszont az autók egyre jobb állapotba kezd kerülni. Igaz, a lovbudgetet már régeség el lehet felejteni, a két kerék csapágya 150 euróba került, vagy 130-ba? 130 euróba, ha jól emlékszem. Már nem is számolom, hogy mennyinél tartunk az autónál, mert ugye már réges-rég az az 1000 euró, az az álomhatár, ami volt, az már nem létezik, azt felejtsük is el teljesen. Ahogy szokták mondani, de nagyon gyűlölöm ezt, hogy engedd el, ezt el kell most tényleg engedni, ezt így kell mondani. Nincsen love budget, viszont a kerékcsapágy jó. Amit észrevettem, hogy mikor a fiúk kiszerelték a rugós tagokat, hogy a lengéscsillapítók már nagyon elfáradtak, és hát nem tudom túlzás azt mondani, hogy életveszélyesek, de látszik rajtuk, hogy igen-igen megették a kenyerük javát, vagy kiszolgálták az árukat, ők is. És mivel egyébként is szeretnék az autóba egy sportfutóművet, ugye azt beszéltük, vagy az volt a legelején az agyamba, hogy kap egy Gavin de Farwerket, ugye állítható futóművet. Igaz, az elején nem is volt ilyen erő szó, hogy akármilyen nagyobb dolog költve lesz rá, viszont az se volt az elején ugye betervezve, hogy ennyi mindent ki kell cserélni majd az autóba. Tudom, majd a trollok kiratják, hogy mit válsz egy 400 eurós autótól, ebben is igazatok van. Viszont ahogy már mondtam is, egy 2000 eurós lupó nem biztos, hogy sokkal jobb állapotban lett volna enni, de erről nem is akarok vitát nyitni, mindenki azt gondol, amit akar, lényeg az, hogy én nem bántam meg, hogy megvettem. Viszont muszáj kicserélni a lengéscsillapítókat, a rugós tagokat, úgyhogy valószínűleg egy 60-40-es ültetést fog kapni, ugye elől 60, hátul 40, mert egyébként is a lupó érdekesen kicsit olyan peckesen áll, és akkor fog nagyon szépen kinézni, vagy 40-40-es ültetést, amivel nem csak azt fogjuk tudni elérni, hogy a rugós tagok ugye kicserélve lesznek, tehát biztonságos lesz, és nem fog egyszerűen tönkre menni és beszakadni, vagy elveszteni a csillapító hatását. Mondjuk most is olyan, mint a régi Suzuki Swift, amit meséltem már nektek egy korábbi videóban. Viszont ugye a sportfutóműnek köszönhetően, mivel az autó elég, hogy is mondjam, gyenge, 60 lóerős, emiatt ugye, ahogy szokták mondani, hogy a lóerők hiányát bátorsággal pótoljuk, hogy a stabilitást növeljük, és az úttartást ezáltal jobban ki lehet majd úgymond használni ezt a 60 lóerőt, ami megadatott ebbe a kis motorba. Úgyhogy emiatt egy fix futóművet fog kapni az autó, lehetőleg minél hamarabb, mert nagyon félek attól, hogy nehogy egyszer eltörjön a rugó, vagy akár a lengéscsillapító elengedje a folyadékot, és megint majdnem belém jött a kamion, mint az előbb. Úgyhogy az is cserére fog kerülni. A lényeg az, hogy most fölhajtunk az autópályára, és megnézzük, hogy milyen hanghatás érzékelhető 120 km/h sebességnél. Egyébként, ameddig fölhajtunk az autópályára, azt azért elmondom, hogy ez nem egy szépen mondva korlátozásmentes útszakasz, tehát 120 km/h le van korlátozva a maximális sebesség. Viszont ezzel a kis bódéval amúgy sem nagyon egészséges, ezekkel a futóművekkel, vagy ezzel a lengéscsillapítókkal sokkal gyorsabban száguldozni. Úgyhogy bőven elég. 100, 110, 60 csikó csak úgy dolgozik. És most vagyunk 120 km/h-nál. És szerintem teljesen élvezhető. Igen, van szélzaj, van gumizaj, de sokkal jobb, mint volt az autó, mert már szó szerint nem hallottam a hangomat, úgyhogy nagyon jó lett. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Makádi Garázsnak, fiúk, nektek, mert tudom, hogy úgyis együtt nézitek a videót. Úgyhogy hamarosan jövök a következő videóval, remélem, hogy tetszett, ha van vélemény, azt nyugodtan írjátok le lent a komment szekcióba. Nagyon szépen megköszönöm, ez egy olyan támogatási forma, ami teljesen ingyenes, és viszont rengeteget számít mondjuk egy tartalomgyártónak, mivel hogyha minél több kommentet kap egy videó, vagy lájkot, vagy akár megosztást, ugye a hivatkozást kimásolják, ugye ezt figyeli az algoritmus, akkor úgy fog értékelni a YouTube, hogy a videó nagyon érdekes, mivel interakciót váltott ki az emberekből, ezáltal ajánlani fogja több embernek, tehát több megtekintés, több bevételt generál ugye a tartalomgyártónak. De mindenki azt csinál, amit akar, ezen a csatornán itt nincs, hogy iratkozz fel, lájkolj, meg oszd meg, ha tetszett. Nincs, mindenki azt csinál, amit akar. Ha nem tetszett a videó, akkor kapcsolod is most ki, ne is foglalkozzál semmivel. Én viszont itt elköszönök. Hamarosan jövök a következő videóval. Kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttöt, délutánt,
hét elejét, hétvégét. Attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok!